Üdvözlök mindenkit, én Szabó Viktor vagyok, és a mai alkalommal megvizsgáljuk, hogy a Luminar AI nevezetű program mit tud nekünk nyújtani, mi az, amire képes, úgyhogy be is van itt nekem töltve egy fotóm, láthatjátok is. Amikor megnyitjuk a programot, akkor ezt látjuk itt. Lehet még nagyobb nézetre, na mindegy. Most nekünk elég lesz ilyen kicsi nézet, és új katalógusunk van, tulajdonképpen ez itt a katalógusunk, beimportáltam egy RAW file-t. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni, vannak ilyen előre legyártott templéteink, úgyhogy most nem ezeket fogjuk megnézni, majd azt egy másik fotóval megnézzük, viszont én már editálgattam is, és láthatjátok, hogy a végeredményem az ez lett. Szóval tulajdonképpen egy full naplementés fotót sikerült csinálni, annyi, hogy itt van egy kis hiba, de itt szerintem véget ért az égbolt, szerintem az lehetett a probléma. Na és mondom, hogy miket változtattam ehhez, ilyen alapkompozíció, alapok, mindenféle eszköz rendelkezésünkre áll. A light-ot kicsit megtoltam, és eltoltam ugye kicsit ilyen naplementésebb irányba, ugye a fehér egyensúlyt, és nagyjából ennyit állítottam, még itt egy ilyen lens képen látjátok egy ilyen golden hour, egy ilyen aranyórát csináltam, hogy még jobban legyen, lehet egyébként ilyen zöldeket is emelni, de ez már nekem ilyen nagyon-nagyon brutál, úgyhogy én hagytam ezt a, szeretem amúgy is az ilyen kis fakóbb színvilágot. És ugorjunk a következőre, ami itt a programban a legdurvább feature, ez a kreatív fül, illetve vannak még itt a portré, illetve a professional fülek, amik még szintén nagyon brutálak lehetnek, de ez az égbolt csere. Van itt még az égbolcsere előtt, mielőtt rámegyünk erre a fő feature-re, van itt nekünk egy ilyen napunk, szóval, hogy ide el tudtam helyezni egy ilyen kis napocskát, ezt egyébként ki is tudom kapcsolni, ha szeretném, látjátok, kicsit kikapcsoltam, most ezt kikapcsoltuk, illetve a mood, most ilyen Riverside nevezetű mood van megadva, látjátok, ha kikapcsolom, már sokat változik, és van még egy ilyen kis film grainünk, ezt is kikapcsolom, bár ez nem lesz most annyira látványos nektek, és ugorjunk vissza a Sky-ra, és igen, itt van nekem valahol elcsúsztatva, itt, nem erre, hanem ugye erre akarjuk lefelé kicsit. Ja, ott azért ló ki, így a tökéletes, nagyszerű, meg is csináltuk, itt rengeteg féle fajta égbolt közül választhatunk, és elvileg adhatunk is hozzá, de most látjátok, nézzétek egy ilyenre, és az a durva, hogy itt, ha megnézitek, nagyon brutál, hogy maga a tükröződés is átvált, szóval hihetetlen, amit tud, úgyhogy majd nézegetek még ilyen mindenféle égboltot, látjátok itt is, ott egy helikopter megy, ez a helikopter ott volt alapból, vagy nem? Elvileg lehet olyat is, itt van. Nem. Itt van ez a funkció, ahol tudsz objekteket hozzáadni. Hát mit adjunk hozzá? Adjunk hozzá egy bolygót. Hoppá, vagy mi ez? Ja, repülőt adunk hozzá. Rosszul olvastam. De hova rakta most? Így. Igen, itt van a planet, amit hozzá akartam adni. Hát egy bolygó itt, a helikopterünk itt megy, ez szerintem rajta van alapból az égbolton. A bolygó, arra vagyok kíváncsi, hogy ha most fogom a bolygót. Nem fog itt tükröződni? Vagy ahhoz máshova kéne raknom a bolygót? Mit tudunk? Még szivárványt adjunk hozzá. Wow, gyönyörű. Egy ilyen űrsikló kilövést is tudunk a háttérbe adni. Szóval elég brutál, és igazából ezeket a dolgokat egyébként Photoshopba is meg tudjátok csinálni, viszont így még brutálabb, úgyhogy ide rakom nektek a különbséget, ilyen a nyers RAW fotó, ilyen lett maga a Lightroom szerkesztés, itt nyilván nem törekedtem a naplementére, nyilván olyan képet akartam kihozni, ami nekem tetszik, és itt láthatjátok végezetül a
Luminárba készítettől cuccos, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg, írjátok le a véleményeteket, hogy nektek tetszik-e, ezt ti fogjátok-e ezt használni, ki akarjátok-e próbálni, láttok-e benne fantáziát ebbe az AI vezérelte cuccba. Nagyon durva, mindenképp szerettem volna egy videót, amiben kipróbálom, úgyhogy ez megtörtént. Ja, hogyha még több ilyen Lightroom tippet szeretnél, vagy fotós tippet, vagy akármilyen tippet, trükköt, videóst, akármilyen, akkor mindenképp nézz szét a csatornámon, a leírásban, a komment szekcióban. Ja, én Szabó Viktor vagyok, találkozunk a következő videóban. Halló!